Megújult a Mangó Panzió, egy nagyon kifinomult enteriőrrel várja az ide látogatókat. Miben jelentkezik még ez a kifinomultság? Hát tavaly év folyamán megújítottuk a Mangó Panziós éttermünket, ami a szobák megújításába, tehát teljes felújításába, ez vonatkozik a bútorokra, a berendezésre, a szőnyegekre, és a étterem is átalakult, valamint a 2015. szeptemberétől egy új mesterszakács, Nótár László, aki világbajnok ezüstérmes mesterszakács, valamint most a Somogy megyei Gasztronómiai Szövetségnek az elnöke, ő irányítja a konyhánkat, és ez az ízvilágba, az ételekbe, a tálalásba mindbe mutatkozik. Mit jelent ez az ételválasztékban, illetve kik azok, akiknek igazából kedveskedtek az étlappal? Tulajdonképpen az ételválaszték annyiban módosult, hogy több kézműves ételt készítünk, ami azt jelenti, hogy törekszünk minden alapanyagban, illetve elkészítésben is a saját készítésű, saját beszerzési alapanyagokra. A minőség az nálunk mindig fontos volt, tulajdonképpen mind az alapanyagbeszerzéstől, mind a munkaerő, mind az elkészítési mód, tehát végigvisszük a folyamatot, és az asztal, a megterített asztal is ezt tükrözi. A vendégkörünk igazából mindenki, tehát szeretettel várjuk az itt lakókat, az ideérkezőket, külföldi, belföldi vendégeket egyaránt, úgyhogy mi készen állunk. Nagyon jók az épület adottságai, hiszen itt van a város fölött csodálatos a kilátás, és a termek mire adnak lehetőséget, milyen rendezvényekre? Baráti, családi összejövetelek, esküvőkre, egyéb klub estekre is, tehát nyitottak vagyunk akár klub esteket is, mivel van egy alsó bár részünk, ami most jelenleg nem működik, de ezt hasznosítani szeretnénk, és akár klubesteket is szeretnék rendezni. Még az előbbi kérdésre visszatérve szeretném azt elmondani, hogy egy tévhit, ami elterjedt rólunk, hogy nagyon drágák vagyunk. Tehát azt tudnám mondani, hogy árérték arányba én úgy gondolom, hogy a megye legolcsóbb étterme vagyunk, gurmé étterme vagyunk, és hogyha ezt nem hiszik, jöjjenek, próbálják ki. Mit jelentenek a válogatott alapanyagok? Az azt jelenti, hogy az alapanyag beszerzés teljesen saját kézben tartjuk. Például a halat, azt saját beszerzéssel egy pisztrángos tóból, ahol frissen fogják ki a halakat, onnan szerezzük be. A bélszint Ausztriából, mivel sajnos a magyar bélszín legjobbja exportra megy, mi onnan vásároljuk vissza. A sertéshúsokat a devecseri húsüzemből, ahol szintén frissen vágják. Tehát minden a zöldséges napi szállítással törekszünk mindig arra, hogy a szakácsunk lemenjen, kiválogassa a megfelelő alapanyagot, és az ő elképzelési alapján válogatja ki. A mai este egy igazán különleges este, hiszen 10 éves lett a panzió, mivel várjátok az ide érkezőket? Ma este szépen megterítettünk, csináltunk egy nagyon szép svéd asztalt, ahol kis falatkák lesznek. Igazából a pontos menüt nem tudom, mivel Nótár László gurmészakács teljesen a kezébe vette az irányítást. Előételekbe apró falatkák lesznek, főételekbe hal, illetve szűzpecsenye lesz, az elkészítését nem tudom. Illetve van egy nagyon profi olasz sonka szeletelünk, ahol házi sonkát fogunk a vendégek előtt szelni, házi péksüteményt fogunk kínálni, fehér-vörös rozéborokat fogunk felszolgálni, pálinkát, és kóstolónak hugót, ami tulajdonképpen pezsgőből készült koktél. Mit tudnál ajánlani azoknak, akik még soha életükben nem jártak a Mangó Panzióban, de mindenképpen ki akarják próbálni? Szerintem próbálják ki. Minden ételünk nagyon finom, tényleg nagyon finom. Ameddig lehet, mint a lányom is említette, az alapokig elmegyünk. Például a bodzaszörpöt, azt én saját magam készítem. Tósok Erdélybe szedjük a bodzavirágot, saját magam készítem. Szinte egy éves mennyiséget előre el tudok készíteni, és tényleg amennyire lehet, amennyire engedik a kötelmek, és amennyire a árubeszerzés, illetve a ésszerűség határain belül, az alapanyag kiválasztásban teljesen elmegyünk, tehát a falig elmegyünk ebbe a dologba. Mi jellemzi az ételválasztékot? Mik kaptak helyet az étlapon? A paraszti étel, a modern konyha, modern technológia és a csodálatosan tiszta alapanyagok. Ezekből gyúrtunk össze, ami az étlapon megtalálható, illetve amit ma este meg tudunk mutatni.
Egy kicsit erről a modern technológiáról. Mit jelent ez, mit akar, és a modern technológiával milyen ételek készülnek? A modern technológiára húzzuk rá, amit nagyanyáink készítettek, nagyanyáink technológiájával, csak most már új neveket adunk neki. Nem dunctolunk, hanem szuvidolunk, konfitálunk, és ezekre vannak újabb szavak, de minden technológia megmaradt, és ezt hoztuk át újból modern technikával. Mit jelent ez fűszerezettségben? Milyen fűszereket, alapfűszereket használtok, és mennyire mentek el a végletekig? Saját fűszereink vannak, lehetőleg ezekkel dolgozunk, lehetőleg friss fűszerekkel, amit pedig meg kell vásárolni, a csúcsot megpróbáljuk, hiszen ebből jóval kevesebb kell, és még nagyobb emléket hagyunk az ételekkel. Most már lassan kifele megyünk a télből, jön a tavasz, melyek lesznek azok az idény ételek, amelyek felkerülnek az étlapra? A bárány. Bárány, mint hús, és a friss gyümölcsök, zöldségek. De mindenképpen a bárány jön most előtérbe tavasztól. Következik Valentin nap. Mivel várjátok a szerelmeseket, illetve azokat, akik most szeretnének először ide jönni a Mangóba? Nálunk most már 10. éve hagyomány a Valentin nap. Minden évben megrendezzük. Ami úgy működik, hogy az összes asztalt ünnepélyesen terítjük Valentin napra, rózsaszirmokkal, gyertyafénnyel, apró szívecskékkel. Külön Valentin napi menüt készítünk, ami előétel, főétel és desszertfogásokból áll, ami természetesen külön is meg lehet rendelni. Ezek a menük különböző elnevezést kapnak, ami szintén a Valentin naphoz kötődik, és az ételekben is előkerülnek az olyan ízek, olyan színek, amiket tudunk tulajdonképpen az ünnephez hozzátenni, tehát a rózsaszín, a pink, az eper, a különböző fűszerezések. Most február 12, 13 és 14-én tartjuk a Valentin napot, péntek, szombat és vasárnap, és szeretettel várunk mindenkit, aki meg szeretné lepni szeretteit egy gyertyafényes vacsorára, vagy ebédre.